az egész program úgy jött létre, hogy van ez a három kötet, amit kifejezetten direkt úgy alakítottunk, és nagyon fontos volt számomra, hogy háztartásokba bekerülhessen, illetve ehhez csináltunk egy egész csomagot az intézmények számára, óvodák számára, ami abból tevődik össze, hogy van egy képzésünk, egy 10 órás képzésünk, van egy eszközcsomagunk, illetve ezekhez a nyomtatványokhoz, minden könyvhöz van egy külön óraleírás, illetve játékkártyák. A legizgalmasabb az, hogy a kutató munka során, mert ameddig ez a könyv elkészült, ez több mint 3 éves előmunkával járt, sőt, még több, mert ugye a tapasztalatokat, amit a sakkpalotán keresztül szereztünk, azokat is beépítettük, hogy úgy megvalósuljon egy könyv, illetve egy könyvsorozat, ami tényleg szakmailag jó tud lenni, fejlesztő tud lenni, érdekes tud maradni, hifogató tud lenni a gyerekek számára, illetve a szülők számára, és megtalálni azt az egyensúlyt, amit otthon a szülőknek, nagyszülőknek, piciknek így házi használatra tudnak használni, illetve megalkotni azt, hogy hogy lehet ezt intézménye keretek között szintén hasznosítani, illetve ezt ugye kibővítettük. Úgy gondolom, hogy ha napi szinten egy fél órát foglalkoznak vele, akkor nagyon szépen be tud állni az, hogy igényli a gyerek is, egyre jobban talán elsajátítja a sakk szabályait is, de sokkal szélesebben tekint a sakkra, mint csak a sakktábla és a sakkfigura. De én úgy gondolom, hogy nagyon sokan fognak ezáltal megtanulni sakkozni, és remélem, hogy a szülőkkel meg barátokkal játszani a sakktáblán is. Túra, nagyon izgalmas kaland valahol, hogy tényleg ez a korosztályi házi használatban mennyire fogja tudni hasznosítani, és milyen visszajelzések lesznek, illetve már tervezzük, hogy tavasszal majd a sakjátszótérnek a folytatása, átalakítása kerül sorra, és az is izgalmas lesz számomra, hogy azt hogy tudjuk megfelelően ehhez a három könyvsorozathoz passzintani.